és nézők, a fogadóra vendége a Ceglédért Független Egyesület önkormányzati képviselője, Bobál István. Köszöntöm, képviselő úr. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a meghívást. Tavaly májusban volt fogadóórában itt vendégünk, úgyhogy igyekszünk ezt az időszakot felölelni, de nyilván azért pláne, hogy választások is lesznek ebben az esztendőben. Egy kicsit majd azért előre is tekintünk. Kezdjük az elején azért a múlttal, nem is annyira a közelmúlttal, hogyha tavaly május túl eltelt időszakra gondolok, hogyan értékeli az eltelt, hát mennyi ez? 10 hónapot, ezt nagyon sok aspektusból lehet vizsgálni, például beruházások volt nem egy városban, és van folyamatban is. Így van, hát ugye a májusi beszélgetés után nem sokkal egy rövid nyári szünetet kaptak a képviselőtestület tagja is. Az ősz pedig, hát azt mondhatom, hogy szorgalmas munkával telt, ami képviselő testület számára azt jelenti, hogy döntéseket kell hozni előterjesztések alapján. Ezeknek az előterjesztéseknek egy része olyan, ami gyakorlatilag kézzelfekvő a megoldás, elég van tárva, hogy milyen döntést lehet ebben meghozni. A másik része pedig olyan, ami valóban gondolkodást, fejtörést igényel, hát a beruházások nagy része ilyen. Tehát építkezéssel telt ez az ősz, megszülettek azok a döntések, amik az én reményeim szerint is Cegléd városát előbbre viszik, megvalósulnak olyan fejlesztések, amikkel szebb lesz ez a város, és tartalmasabb az az élet, amit itt lehet élni. Miközben pedig hát nyilván voltak olyan döntések, illetve nem döntések, amikre pedig vártam, számítottam, de amikkel nem sikerült előrébb lépnünk. Konkretizálna ezt beruházásokról? Igen, egyet szeretnék ezek közül leginkább kiemelni, ez a sportcsarnoknak a fejlesztése, amiről az első lépések ugye már több mint egy éve megtörténtek, már a 2018-as költségvetésben is jelentős összegek kerültek be ennek a megvalósítására, aztán tervezők jelentek meg testületi ülésen, nagyon szép terveket mutattak be, látványterveket, hogy hogyan fog kinézni ez a sportcsarnok a bővítés, a fejlesztés után. Aztán ez a folyamat lelassult. Most az idei költségvetésben, ha majd beszélgetünk erről, akkor ugye ebben is szerepelnek források a fejlesztésre, de a tavalyi év egyébként úgy telt el, hogy előrelépést ebben az ügyben igazán nem tud felmutatni a városháza vagy a képviselőtestület, ahogy tetszik. Ellenzéki képviselőként vagy ellenzéki képviselőként mivel és hogyan tudtak hozzájárulni a döntéshozatal? Azt gondolok itt határozati javaslataikra. Többek között, de hát ezt lehetne sorolni. Igen, hát ugye ez harmadik ciklusomat töltöm a képviselő testületben, és ez az időszak végig ellenzékben telt, ha így tetszik, tehát arra nem volt lehetőség, hogy a várost irányító többség tagjaként üljek a képviselő testületben, ami azt jelenti, hogy kevesebb az a lehetőség, amivel az ember hatni tud a folyamatokra, vagy az ott megszületett döntésekre. Hát most talán a legutolsó ilyen kezdeményezést érdemes ebből kiemelni, már csak azért is, mert itt minden ellenzéki képviselő együttesen terjesztett egy határozati javaslatot a képviselőtestület elé. Ez konkrétan a munkatörvénykönyv módosításához kapcsolódott. Ugye itt a törvény jelentősen megemelte a többlet, a túlóra mértékét 400 órára. Ehhez kapcsolódóan volt nekünk egy közös indítványunk, hát amit a többség nem fogadott el, illetve helyette egy saját megfogalmazásban egy másik határozati javaslatot fogadtak el. Hát ha már ezt a bizonyos testületi ülést szóba hozta, én már egyébként több mint 20 éve követem figyelemmel a testületi üléseket, így a televíziósként. Nyilvánosságra került ez a jegyzőkönyv, ez a bizonyos jegyzőkönyv, ami tartalmazza értelemszerűen ezen a testületi ülésen elhangzottakat. Hát megváltozott a stílus. Jelentősen.
Azt gondolom, hogy ez részben már köszönhető talán annak, hogy 2019 őszén várhatóan önkormányzati választások lesznek, ami úgy tűnik, hogy mindenkiben egy kicsit fokozott lelkiállapotot idéz elő, illetve mindenki egy kicsit másképpen áll hozzá az ügyekhez. Ezzel együtt az, ami az utóbbi időben, akár testületi üléseken is történik, az a stílus, az a hangvétel, az számomra már elég nehezen viselhető és tolerálható. Tehát én is azt gondolom, hogy nem így kellene a város ügyeiről egy képviselőtestületen belül beszélgetni, és nem ilyen stílusban kellene ezeket a vitákat egymással lefolytatni. Nem igazán tetszik ez nekem, ez a hozzáállás, ez a beszédmodor. Beszéljünk a költségvetésről. Ugye, 20 előkészítés előzte meg, végül is most a közelmúltban, hát nem is olyan nagyon régen, elfogadásra került. Ezzel kapcsolatban milyen érzések fogalmazódnak meg önben? Nyugodtan lehet ezt gazdasági szakemberként, gazdasági szempontból elemeznie. Ugye egy költségvetésnek mindig van valóban egy kifejezett szakmai tartalma, amire közgazdászként vagy gazdasági emberként azt tudom mondani, hogy mindig alapos előkészítéssel, nyilván azokat a szakmai követelményeket betartva készülnek el a város éves költségvetései, ezzel természetesen semmi probléma nincsen. Ráadásul ugye, ahogyan azt gondolom, hogy a tévénézők nagy többsége erről már tájékozódott is, megint egy olyan költségvetés került a képviselőtestület elé, amely a működésnek az egyensúlyán túl jelentős fejlesztéseket is magában foglal. Ugye 5,5 milliárd forint a működési költségvetés, és 11 milliárdot meghaladja a teljes városi költségvetés 2019-re, amiben több milliárd forint, több mint 3 milliárd forint fejlesztés is található. Ez így önmagában azt gondolom, hogy nem csak a szakmai megközelítésből, hanem egyszerű városlakó ként is mindenképpen egy biztató februárt jelent arra nézve, hogy év végéig mi mindent tud majd megvalósítani a város. Részben ugye még ez a testület, részben pedig ennek az eredményeit már majd egy következő testület fogja tudni learatni. Tud azonosulni ezzel a költségvetéssel? Erre nagyon nehéz vagy határozott igent vagy nemet mondani. Igen, tehát tudok azonosulni, tehát erre tudok egy egyértelmű választ adni. Nyilván ami a költségvetésben van, azzal teljes mértékben egyet lehet érteni. Ugye itt a béremelés, a köztisztviselői béremelés, a gazdasági társaságok munkavállalóinak a béremelése, ezek mind pozitív hozadékai, pozitív jellemzői a költségvetésnek. Nyilván ami inkább vitatkozni lehet, azok mindig azok az ügyek, amik esetleg kimaradnak a költségvetésből, amire nem jut már elegendő forrás. Két választás lesz idén, utalt rá már néhány perccel ezelőtt. Hogyan látja a következő hetek, inkább hónapoknak a történéseit? Ugye itt most gyakorlatilag jóslásra kérem, hogy mi várható a közeljövőben, akár a közbeszéd szintjén, akár már a stílus szóba került, vagy akár eredmények vonatkozásában. A májusi Európa Parlamenti választás az én környezetemben élők, vagy velük való beszélgetés alapján úgy érzékelem, hogy nagyon nem izgatja fel az embereket. Tehát ez annyira nem érezzük közel magunkhoz, miközben én azt gondolom személy szerint, hogy nagyon nagy tétje van annak, hogy ezt az Európai Parlamentet milyen erők, milyen gondolkodás fogja a következő 5 évben uralni, de ez azt gondolom, hogy kevésbé foglalkoztatja a magyar embereket. A másik nyilván sokkal idézőjelben fontosabb a számunkra, majd az őszi önkormányzati választás. Hát én azt remélem, annak szurkolok, hogy jöjjön létre egy olyan
ellenzéki összefogás, ahogy tetszik, ami nyilván nagyon nehéz lesz, hiszen nagyon eltérő politikai érdekek, felfogások kellene, hogy egymáshoz utat találjanak, ami lehetőséget ad arra, hogy a jelenleginél egy kicsit sokszínűbb legyen a képviselőtestület 2019 után. Fél percünk van. Cegléd-ért Független Egyesület 2019. évi helyhatósági választások ősszel. Mire számíthatunk a Független Egyesülettől, vagy ezt hagyjuk egy következő beszélgetésünkre? A Független Egyesületben azok a döntések élelődnek, hogy hogyan, milyen módon vegyünk mi részt egyáltalán majd az önkormányzati választásban. Legközelebb szívesen mesélünk majd a részletekről. Jó, akkor legközelebb majd erről is tárgyalunk itt. Köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Jó munkát kívánok! Én is köszönöm. Kedves nézők, ez volt a Fogadóra. Köszönöm figyelmüket!